Nem ég a... Már csak most kapcsoltam be. Te viszed a friss linyót, ugye? Így van. Akkor kusba maradok, mert te vágod, az bevágsz bármi. Dehogy is! De? De? Mikor nem. Szoktam én bármit? Áááá, nem is tudom. Nézd csak, mi van ott? 2021 nyarán. Nem, hajj, közel azt nézd, olvasd de ezt. Ja, abban nincsen panni hír, metál az észen gondolkoztam, csak neurózis van, depresszió, meg nukleáris agresszió. Meg idegroham, hisztéria, extázis és anarchia. Édes nem emlékszem rá a nihilizmusra, bazd meg. Nihil, hát a Junkies egy egész albumot írt róla. Na! Belül én már rég meghaltam, csak a maszkom él. Új, de rossz, ez De ez most mennyire izé? Azért nem leszek ezzel népszerű. Ez most mennyire aktuális, ugye? Na. Igen. Fussunk. Húzza a faszára a maszkot, aki felelős, azért én azt mondom. Hát, az a baj. Azzal már nem jutunk előrébb. Nem előrításért, csak hogy legyen valami elégtétel, érted. Korona. Bocsánat. Na. Szavaztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok! Ez pedig itt a fülelő. Azt hittük két hete, hogy az lesz a legrövidebb frisselő, de igazából most két hét alatt pont ugyanannyi nem történt, mint ott az egy hét alatt. Igazából igen. Úgyhogy lehet, hogy ez egy ilyen villám frisselő lesz ismét, de hát beköszöntött a nyári uborka szezon. Márciusban, igen. Igen. Hál' Istennek a lemezek terén ez még nem érződik, mert azok igen. Még azért ömlenek, mintha muszáj volna, de azért a hírek azok így kezdenek megcsappani, mert mindenki minden fasságot megcsinált, amit a karanténban meg lehetett, és most már így... Igen. Így most már így ennyi. Igen, már megírta a karanténlemezt, aki be akarta. Így van. Na de. Mindenkinek, na de. Szaladjunk neki, hogy ugye posztponedolják tovább a konfirmált bulikat. Nem, a posztponedolt bulikat, mert igen. Ugye már mindegyik el lett tolva minimum egyszer. Most az Aerosmith lemezét tolták el ismételten egy évvel, 2022. július 10-ére. Igen, hát ugye 2020-ról, 21-re aztán 22-ről lett halasztva. Igen, de ugye azért Steven Tyler azért öregszik, tehát hogy igen. Na. Gyerekek. Tehát ez olyan, mint amit Kisádám mondott ilyen Rolling Stones, hogy én már nem fogom őket még egyszer látni valószínűleg. Igen. Annak örülnék, ha július 20-ig elérnének. Melyik július 20? Vagy mi az július 10? De melyik július 10, érted? Igen. Tehát, hogy most már kezd ez a kérdés lenni. Igen. Hogy... Tehát lassan tényleg annyira... Ugye ők az igazi Toxic Twins. Tehát ők már igazából megtették a magukét, úgymond. Megették a magukét, felszívták a magukét, igen, elszívták, belőtték, minden egyéb, ja. Kibefele, átrászét, ide-oda, össze-vissza, igekötősen drogoznak. Igen, így van. Mindent, amit... És hát nyilván ugye a megváltott jegyek érvényesek, de szerintem ezek lesznek a leghosszabban érvényes jegyek a világon, hogy így 5 éves ciklusra jó, vettél egy jegyet, és... Ja, bérletben az van. 2 évig jó. Igen. Nem, egyébként az a vicc, hogy valaki szerintem úgy fogja beilleszteni a gyűjteményébe, hogy így elment volna, vagy hogy meg lehet ja, ott igen. Egyetlen koncert. Igen. A végén már azelőtt lesz gyűjtői darab, tehát olyan éri el azt a kort, hogy gyűjtői darab legyen, egyetlen megtartották volna a koncertet. Igen. De egyébként a Halloween buliával se lesz ez másképp. Ja, persze. Ott azt még is. Egyelőre pontos dátum nix. De az később lett volna, tehát az idén ilyen, mit, szeptember, vagy mikor idén május? Tavaly októberrel idén májusra halasztották, ja. És aztán jövőre tolódott, de még nem tudjuk, hogy mikorra. Oké. Okay. Pedig ugyebár azért a Kiskével meg... Jó faszom. Igen. A Hansennel, a Kai Hansennel. Így van, tehát a Kiskével meg a Hansennel közös Halloween-t azért jó lenne látni. Hát figyelj, tavaly bármilyen Halloween-t láttam volna szívesen, de hát... Na mindegy. És mi a harmadik? Az Opeth-buli, jó? Ugye? Azt Opeth. Is tolták. Hát ők már igazából 2018 vagy 2019-ben jött ki lemezük, nem is tudom, olyan nagyon régen. Az Opeth-nek? 19-ben, csak nem beszéltünk róla, igen. Mert azt villány felé hallgattuk. Igen. De kicsit elálmosodtunk rajta, úgyhogy inkább hagytuk a büdös francba. Igen, nagyon-nagyon messze van már ez az Opeth attól, amit annó én Opethként megismertem és megszerettem. Nem mondom, hogy ez a Prog Death rész, ez
hogy mondjam, az volt az opet. Ezt most így igazából átmentek 70-es évekbe, ezt nem tudom hova tenni. Igen, kicsit ez is ilyen levezetés jellegű egyébként egy picit, nekem, de... Egy picit határozottan. Egyébként 2022. szeptember 21-re lett eltolva. Őszi napi egyenlőség, vagy mi az összöm az, ugye? Vagy ez nem akkor van? De. És az drága az... Harcsa János tanárnőt, Jánosné. Bocsánat. Megint ide tudjuk citálni. Ne tegyük. És akkor a Vintage Caravant végre egyszer meg tudnánk nézni, hogy igen, mégis mit csinálnak. Azok, de... de azóta jött ki egy új dal, igen? És én azt meghallgattam, és jó. Jó. Bár mondjuk több a Nirvana íz benne, mint kéne, de amúgy jó. Hát Izzandra most ért el a 90-es évek eleje. Ja. Valószínűleg. Igen. Uh-huh. Ja. Igen. Na mindegy, szóval ezek a postponedolt bulik vannak kilátásban. Ja. Másról egyelőre nem tudunk. Majd, ha tudunk, mondjuk. Igen. És hogy ne teljen halálhír nélkül egy hét se, ezért Sean Kennedyről is be kell számolnunk sajnos, aki ugye a Deeznasnak és az I Killed the Prom Queennek volt a basszusgitárosa, és ő hunyt el a napokban. És nem közöltek róla semmi egyéb belső adatot, hogy mégis mi vezetett ehhez a tragédiához, de természetesen nyugodjék békében, és tök jó, hogy még legalább én láthattam a Deeznasot. Igen. Így. Ja, ott. Úgyhogy ennyi. Ja, és akkor már maradjunk ezen a vonalon szerintem. Maradjon, igen. Nyilvánosságra került Alexi Laiho halálának pontos oka, ugyanis volt felesége Kimberly Gass, akivel a Synergy-t is együtt csinálta, megszerezte a boncolási jegyzőkönyvet, illetve hát nem megszerezte, neki küldték el, mert hiába nősült azóta újra Laiho, filmtörvények szerint sose váltak el Kimberly-től, uh-huh. Úgyhogy a filmtörvények szerint ő a felesége, ezért neki küldték meg a boncolási jegyzőkönyvet. A máj és a hasnyálmirigy kötőszöveteinek agresszív degenerációja, magyarul szétitta a belső szerveit az ember, hát ezt nem lehet finomabban fogalmazni, illetve hát lehet úgy, hogy a körülményen beáll. De ha konkrétizálni akarok, akkor igen, szerintem szétitta magát Alexi Laiho. Igen. Nehéz erre mit mondani egyébként. Ja, és persze a szervezetében opiátok, fájdalom csillapítós alkotó is volt a halálakor, tehát... Mert ugye van, amire lehet inni, meg van, amire kötelező, ugye ezt a rossz nyelvek mondják. Egyfelől, másfelől, meg azt is el tudom képzelni, hogy igazából ez már azért volt, mert annyira szétbaromolta magát belül, hogy már attól nem tud létezni. Hát valószínű, persze. És hát ja, kár érte. Ennyit tudunk. Főleg úgy, hogy itt ugye kanyarban volt bemutatkozó cucc az új zenekarnak. Aha, így van. Amivel egy posthumus utolsó cusz lesz. Nem tudom, hogy meg füleljük-e majd, vagy megepekedjük-e majd. Hát figyelj, mindenképpen ráhallgatunk, mert én azért kíváncsi leszek, hogy miben különbözött attól, amit az elmúlt 20 évben ő csinált például, vagy uh-huh. Miben fog különbözni. Egyébként nem tennék rá nagy téteket, hogy sokban, de ezt igen. Majd meglátjuk. De kár érte, mert azért tényleg rohadt nagy hatással volt sok mindenkire. Így van. De és amiről még beszélni akartunk, igazából lehet, hogy kicsit feleslegesnek is érzem. Ha az, amire erről gondolok, akkor meglehetősen azt, hogy mondjad csak. Mert hogy... Elég rage-eltél már. De nem akarok rage-elni, mert amúgy ez nem egy... Na, kezdjük akkor Ádámtól és Évától. Ugye kiraktuk a Zsozi atyának ezt a reklám zenés akármiét. Ki ez az ember címmel. És annyira fáztam, amikor én azt először hallgattam. Tehát, hogy... Meghallgattad többször? Én többször is meghallgattam, de csak azért hallgattam meg többször, hogy tudjak úgy véleményt mondani, hogy de igen, én többször is meghallgattam. És...
mindenki ugye azt mondja, hogy de hát ez egy reklámzene, meg amúgy is poénból készült, meg mit tudom, és én tökre értem, de attól még nekem meg lehet a véleményem róla, hogy ez egy kupac szar. És ezt mondom ezt azért, mert tökre szeretem a Zsozé atyát, tökre szeretem sokszor, amit a Pixa művel, de amit együtt összehoztak, az jelenleg szerintem értékelhetetlen. És nem ezzel van a baj egyébként, hogy én ezt elmondtam, mert a Zsozé atya odajött, kommentelt egy szerintem tök korrektet. Igen. Én azon meg is ölelgettem. Stílusban maradt viccbe, viccre vette teljesen. Csak azt nem tudjuk, hogy utána hogy ömlött oda az a több száz hülye barom. Tehát az honnan a picsából jött? De nem, de ez valaki, aki okosabb és tudja, az mondja már el, hogy hogyha a Zsozé atya kommentel hozzánk, akkor azt az ő követői azt így értesítést kapnak róla? Szerintem vagy honnan legyen, a picsából? Szerintem el tudom kérdezni, megemlített minket valahol egyébként. Vagy aki vagy nézi valaki. Zsozé atyát mondjuk rendszeresen, mert mi általában csak az összefoglalókat, amiken kurvajókat lehet röhögni, azokat szoktuk nézni. Igen. Egy ilyen 6 órás streamet nézzen a faszom, nincs arra időnk, de... Igen, meg a másik, most itt egy pillanatra, bocs, hogy így lelettünk oltva, hogy ha igazán szeretnétek, tudnátok, hogy 800 ezerszer elmondta előtte, hogy ez reklámzene. Szeretjük, de nem követjük napi rendszerességgel. Tehát ahogy a kedves kollégám is elmondja, a kismillió dolgom is nagyobb annál, hogy egy azt nézze, hogy a Zsozé atya hogyan hajléktalanul, hogy a GTA-ba, érted? Tehát... De nem is ez. Mert ha elmondta, és még tudtunk is róla, és még nem vesszük komolyan se. A véleményük akkor, akkor is lehet egy véleményem, faszom. Tehát, persze. Hogy nem ár. És akkor, érted, jön oda az összes 12 éves Balmazújvárosi, Borsodabaúj Zemplén megyei követő. Balfaszújváros. Balfaszújvárosi, meg hasonló, és most senkit nem akarok emiatt műsíteni. És ilyeneket, hogy vegyük be a faszt, érted? Tehát ilyeneket ír, 12 évesen. De nem az, hanem hogy a Zsozé atya napi szinten ezekkel az emberekkel van kapcsolatban, és... ezeknek az embereknek gyárt tartalmat, és ők a rajongói, ez az... Tehát most konkrétan, ha eddig az lett volna, hogy mi szeretnénk nagyobb népszerűséget, és szélesebb körben elterjedni, kurvára nem. Persze. Mert ti, akiknek kiraktuk, kurvára értettétek, igen, hogy mi mit akartunk, igen, ezzel mondani, és oké, meg lehet a véleményünk, még ha nektek nem is egyezik, például a Kovács Dori tök jól leírta, hogy ő neki még ez is bejön, oké, mondtuk, hogy nekünk nem, oké, és igen, kész, barátságban igen, megbeszéltük. De az, hogy eljöttök köpködni, és az, hogy 500 feliratkozóval nem izélnék, nem pofáznék, és én nekem ettől robban el az agyam. Miért, bazd meg, én egy feliratkozóval, vagy nullával nem lehet véleményem? Csak lehet. 500 ezer feliratkozóval lehet véleményem? Meg akkor, hogyha 12 éves kis hülye gyerek vagy. Ja, mert az meg a másik, mert neked lehet véleményed 12 évesen. Tényleg, ez fú, bazd meg, annyira el tud durrani az agyam, és ez már a lenyugodottabb verzió, mert amikor ezek jöttek, komolyan mondom, úgy volt, hogy töröljük azt a posztot a faszba, csak nem vagyunk ezek, igen, az emberek. Én is azt mondtam, hogy töröljük, de leszartuk végül. Úgy voltunk vele, hogy éjjel ki ott magát, akinek nincs jobb dolga. De tényleg, aki igen. Aki megcsinálta a házit, meg ilyesmi, az éjjel ki magát nyugodtan. Igen, de véget ért az igazából most én erre csak annyit tudok mondani, hogy trash tartalmat a trash embereknek. Tehát tisztelet a kivételnek, igen, nem azt mondjuk, hogy Zsozé atyának minden követője trash, de nyilvánvaló, aki nem, az nem is jött oda verni. Igen, 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 igen. Hanem az olyanok jöttek szigorúan verni a nyálukat elviselhetetlen stílusban, akinek, hogyha kettővel kevesebb IQ-ja lenne, akkor tudsz lenni a nyilvános WC-ben. Pont. Nincs ezzel gond, majd kinövik, tehát... Meg tudod, én azt nem értem, és ezt most tényleg nem értem, hogy ha nekem a aki kedve... aki normál stílusban kommentet az azért követői közül, az ne vegye magára. Meg aki oda jött és belájkolt minket, tehát egy csomó ember jött, aki belájkolt minket, az például tök jó. De most nem is ez a lényeg, hanem mire akartam rámenni? Már elfelejtettem, bocsánat, bassza meg. Bocsánat, megint, ne haragudj, de az agyfaszt a szállítva tökre megérte igazából, hogy jött 20 új lájkoló. Igen. Jó, nem! Meg egy valakre!
Nem, tudod, mit nem értek? Azt, hogy hogy lehet valakit ennyire megveszekedetten vakon követni. Tehát én soha a büdös életben nem voltam senki. Én amikor a félkaromat adtam volna azért, hogy találkozzak a Jared Leto-val, akkor is, ha valaki azt mondta rá, hogy de hát ez hogy néz ki, ez egy kis kikent buzi. Jó, akkor te ezt gondolod. Én nem megyek oda és mondom azt, hogy akkor ülj anyád faszába, te gyökér. Igen. Tehát nem is értem, hogy hogy. És ráadásul egy olyan trash tartalmat, amit bevallott a Zsozi atya, hogy az trash tartalom, és még így is védik, baszd meg! Nincs az a baj, hogy hát... Édes jó Istenem! Nincs az a baj, hogy védik, mert védjék, csak itt megint a stílus nem mindegy, hogy... Net mögött ülve kurva kemények vagyunk című. De az meg a másik, hogy... 12 évesen. Rád küldöm a bátyámat, júj! Aki nem hatodikos, hanem nyolcadikos vagy. Igen, de már hányadszorra járja. Na most nem is ez a lény. Hatodikos vagyok, és a bátyát negyedikes. Ő nem annyira okos, mint én. Igen, na mindegy, szóval igazából nem akarunk erről többet, meg szerintem több ilyen nem is lesz, mert az ilyeneket ne, tényleg nem el kell annyit, engedni. Tényleg, nem csak ezt minden áron akartuk, hogy tudjátok, vagy én legalábbis akartam, hogy tudjátok, hogy amúgy ezt nyilván mi se vesszük komolyan, csak van róla egy véleményünk. Pont! És ennyi! Igen. Kedves kolléga, a kommentelő stílusán feszült ki, mint Jézus Krisztus, tehát... Köszönöm. De most már sokkal jobban érzem magam. Hogy kirincselted magad? Örülök neki. Nem volt még rage. Nem volt még rage. Nem volt még rage. Nem volt még rage. Ha akkor felvettük volna, aki beszél, vagy friss előtt, vagy mi a faszomat az, akkor az rage lett volna szerintem. De valószínű. De igazából tényleg csak annyit, hogy mindenkit tárt karokkal várunk a fülelőn, aki kultúrát. Persze. Egy minimális szinten legalább kultúrát. A többiek meg igen. Tényleg... Inkább ne. Ja, de nekem tudod, mi volt a kedvencem? Fú, nem tudom. Valami kis csaj, valami nem tudom. Ja, tudom, az törékeny igen. Kis csaj, az egy profilját megnézni, ilyen törékeny kis csaj, kis vékony, meg tök aranyos, helyes, meg... Ha megnéztem, végig legörgettem a profilját, itt tök értelmesen írt magának. Aha. Aztán itt meg olyan helyes írási hibákkal emzsegve, pofával kilógó kapával. Igen. Szerintem a traktoros faszia föltörte a Facebookját, hogy nem tudom, aztán onnan igen. Kommenteget. Igen. Mert nem hiszem, hogy a kis se írt ilyet, hogy gyere privátban, ne itt izé. Érted, raktam egy izé. Privát, de miért föl van Csetúr Bétem, vagy mi privátban bazd? Én csak raktam egy izé értetlenkedő Obamát, amikor elkezdett ja, igen. Azt így gyere privátban, meg ilyenek, én ott legyen nagyon szád. Én nem értem egyszerűen, hogy az ilyen, hogy... És komolyan, és hogy ezek így napi szinten így oltják azért a Zsozénak az ellenfanjait? Vagy bárki, aki rosszat mond róla, azt így mennek és tömegesen rászállnak? Vagy ez hogy nem működik tudom, ez? Nem tudom. Meg engem tényleg ez érdekel, de hogy találtak ezek meg minket? Meglettünk szerintem említve. De tényleg, linkelje már be bárki, aki tudja, aki hogy tudja, hol tényleg érdekel, ez, hogy hol mert lett. Csak megnéznénk, hogy mégis igen. Mit mondott rólunk az atya. Igen. És a Zsozénak itt üzenjük legközelebb, hogy egy jó következő reklám, egy jó metálos legyen, mondjuk a Down for Whatever-ről. Igen! Hamák! Igen! Nem. De legalább a Kikit hívd meg belőle. Akkor legalább az ének jó lesz. Na... Na jó, ennyi elég szerintem ebből. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és legközelebb jövünk, és hát nyilván szóljatok hozzá bármihez, mert nyilván szabad. Igen. Meg kell. Csak a stílusra figyeljetek azért. Ja, igen. Magatokra. Tehát. Igen. Legalább a látszatát adjuk meg annak, hogy volt gyerekszobánk. Mi meg sírunk, hogy csak 600 valahány feliratkozónk van, és igen, majd... soha többet nem fejtünk ki vélemény igen, semmiről. Igen, majd a párnánkba töröljük a faszunkat, hogyha lesz rá időnk. Így tudom. Van. Na, írjál, iratkozzál, imádkozzál! Szevasztok, srácok! Sziasztok! Szép! Azért fülelünk, hogy megleljük a füvet! Milyen finyúl vagy? Miért nyúl a nyúl? Füvér. Káposztál. Tudom. Akkor jó.